Ön tudta, hogy Budapesten több légvédelmi óvóhely is működik? A Blik most utána járt, megnéztük, melyek ezek, illetve lemegyünk az F4-es Rákosi bunkerbe is. Itt vagyunk az F4, azaz a Rákosi bunkernak a vészkijáratánál. Ez itt közel van a régi Magyar Televíziónak a székházához. Egyébként ez nem csak vészkijárati célokat szolgál, ez a beton kör alakú rész, hanem a szellőzéséért is felel. Ezen a lépcsőn keresztül fogjuk megközelíteni a Rákosi bunkert. Most jelen pillanatban 36 méter mélyre megyünk le, de maga a Rákosi bunker az olyan 48-50 méter mélyen van a föld felszín alatt. A mögöttem lévő csövek por- és zajszűrő funkciót látnak el, hogy ne jusson le a por egészen a bunkerig, illetve hogy a hangot is megszűrje. Mögöttem egy zsilip kapu látható, ami hermetizál, illetve léglökés elleni védelmet is biztosít. Leértünk a lépcsőnek az aljára, és itt vagyunk egy alagútrendszerben. Ez az alagútrendszer vezet el egészen az F4-es, azaz a Rákosi bunkerig. Rákosi Mátyás 1951. augusztus 16-án rendelte el ennek az objektumnak a megépítését. Aztán végül is a munkálatok 1952. május 1-én kezdődtek el. A tévhírekkel ellentétben nem rabok építették, hanem bányászokat hoztak föl ennek a kialakítására. Ahogyan láthatják a hátam mögött, itt található például az egyik mellékhelyiség. 2 méterrel lejjebbre van bevezetve a csatorna hálózatba, és gravitációs rendszerrel működik. Hát, hogyha megnézik, akkor elhihetik, hogy nem szívesen mennénk ide a vécére. Megérkeztünk az F4-es Rákosi bunkerhez, aminek az alapterülete körülbelül 3800 négyzetméter, és eredetileg 2200 fő befogadására tervezték. Ahogyan láthatják, több ilyen csarnok van, amiket mindig a vizes blokkok, azaz a WC-helyiségek szakítanak meg. Ezek eredetileg szociális tereknek lettek tervezve, illetve irodáknak. Itt a lábam alatt látható tömlő két célt szolgál. Az egyik az, hogyha itt valami történik jelen pillanatban az elektromossággal, akkor ennek a mentén találunk majd vissza oda, ahonnan indultunk, illetve a vizet is ezen keresztül szivattyúzzák ki innen a bunkerből, ezt nem olyan régen fektették ide le. Polgári védelem segítségével jutottunk le, illetve Berta Katalin vezet minket itt el. Katalin, egy teljesen gyakorlati kérdést kell feltennem, hogyha Magyarországon bármilyen vészhelyzet történik, ez az F4-es Rákosi bunker használható-e a lakosság számára? Nem, ez jelenleg nem használható, ez inkább egy ilyen építészeti műemlék, de ide a lakosság nem tud betelepülni, nincs is olyan berendezése, ami erre alkalmassá tenni. Jelenleg a fővárosnak a legnagyobb védelmi vonala az az M2-M3-as vonal a metrónak.
szektorokból áll, 12 szektorból áll, ezek a szektorok azért vannak külön választva, hogy egymástól függetlenül is tudjanak működni. Azt tudni kell, hogy ez nem úgy működik, hogy fogom és leszaladok a metróba, hanem ezt a katasztrófa védelem koordinálja, egyrészt a médiákon keresztül, másrészt pedig hangos bemondós autókon keresztül történik a lakosságnak a tájékoztatása, hogy ha bármilyen minősített időszak lép életbe vagy érvénybe, akkor mi a teendő. Arra való számadataik vannak, hogy úgy nagyjából hány fő befogadására lenne alkalmas? Ilyen adatot nem szeretünk közölni, mert ez nagyon sok mindentől függ. Függ egyrészt attól, hogy az adott szektor, amiről beszélünk, hány állomásból áll. Azon az állomáson lehet-e a peronra települni például, vagy pedig az alagútba is, mennyi idő áll a rendelkezésre, a betelepülésre, ami szintén a katasztrófa védelemnek a hatásköre. Úgyhogy ezért erre nem szoktunk mondani semmit. A Rákosi bunkert évekkel később az M2-es metró aluljáróhoz csatolták, addigra ért el idáig a metrónak az építési munkálata. És erre pedig azért volt szükség, hogy az itt lent tartózkodó embereket adott esetben a metró aluljárókon keresztül tudják innen kimenekíteni. Itt találhatóak azok a dízelgépek, amik eredetileg szükség esetére az áramellátást biztosították volna itt az F4-es Rákosi bunkerben. És akkor most eloszlatunk egy városi legendát. Rákosi Mátyásnak semmiféle luxus lakosztálya nem található itt lent az F4-es bunkerben. Le még egyszerűen lementünk, de már fel. Nagyon mélyen van ez a Rákosi bunker.